Van egy történet ötleted, amit szeretném megírni és képekkel megjeleníteni? Csak írd be az ötleteidet, és már generálódnak is hozzá a képek. Ma megmutatom nektek, hogy hogyan lehet használni a nagynyelvi modelleket a Confi UI-ban, azaz szövegből hogyan tudunk egy nagyon jó képsorozatot generálni. Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az MPR Pintyő csatornától, és egy nagyon különleges lehetőséget mutatok meg nektek, hogyan tudjuk a nyelvi modelleket használni a képgenerálásban. Ehhez pár dologra szükségünk lesz. A következők azok. Mindenféleképpen először is a Confi UI-ra lesz szükségünk. A Confi UI-nak a telepítését azt már megtaláljátok a csatornán, a linkjét beleírom majd persze a videó leírásába. Ez az, amire mindenféleképp szükségünk van. Akkor szükségünk van még különféle csomópontokra hozzá, ilyen gyűjteményekre, amivel ki kell bővítenünk a tudását. A legalapibb az a Confi UI Manager, aminek a leírása amúgy szerintem ugyanúgy benne van a telepítős videóban, mint alap ilyen kiegészítés a Confi UI-hoz. Úgy kell feltelepíteni, hogy belelépünk a Confi UI-nak a mappájába, hogyha még nem lenne feltéve. Azon belül bemegyünk a Custom Notes mappába. Itt nyitunk egy parancsori ablakot, és itt kiadjuk azt a parancsot, hogy git clone és http bla bla bla. Tehát ezt így beillesztjük, megnyomjuk az Enter-t, és szépen letölti a Confi UI Manager-t az egyedi csomópontjaink közé. A következő, amire szükségünk van, még ne indítsátok el a Confi UI-t, a következő, amire szükségünk van, az a Confi UI EndNotes. Ugye azt, hogyha az én videóm alapján telepítettétek a Confi UI-t, akkor figyeljetek oda, hogy mindenféleképp indítsátok el a saját kis homokozóját, a saját környezetét az Anacondába. Ugye úgy kellett elindítani, hogy Anaconda prompt, és itt beírtuk, hogy Conda activate, és azt a név, amit létrehoztatok neki, ugye mondjuk a példában azt hiszem Confit hoztunk létre, vagy Confi UI-t, ezzel lehet aktiválni a Confi UI környezetet. Ezt beírod, megnyomod az Enter-t, és már ott is vagy, és szépen oda kell navigálnod abban a mappából, ahol feltelepítetted a Confi UI-t. Le is kapcsolom, hogy megmutassam. Jó, ugye miután aktiváltuk, már itt a prompt elején azt fogjuk látni, hogy Confi. Ugye ide elnavigálunk a CD parancsal, vagy ugye attól függ, hogy ha például akarsz váltani egy meghajtót, akkor beírod egy D2-s pont. Ha be akarsz lépni egy mappába, és nem ismered még ezeket a parancsokat, akkor CD, AI, majd CD, Confi UI, tehát így lehet közlekedni ugye a parancsori ablakban. A Confi UI EndNotes-ot úgy szintén így kell feltenni, mint ahogy feltettük a menedzsert. A Custom Notes mappában tartózkodunk, és oda ugyanúgy a git clone parancsal tesszük fel, mint a másikat. Tehát ide beírjuk ezt, git clone, és http bla 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 confi endnotes.git. Majd, hogyha ez megvolt, akkor megyünk a következőre. A Confi UI EndNotes-nak van egy fájl, amit el kell indítani, mert egy-két dolgot letölt, de most ezt még hagyjátok. Menjünk a következőre, amire szükségünk van. Az a Confi UI Custom Scripts csomag, gyűjtemény. Ezt úgy szintén így telepítjük, hogy itt állunk a Custom Notes könyvtárba, és kiadjuk a git clone parancsal ezt a linket, még ugye hozzábígyeztjük, és úgy szintén ezt is letölti. Ez általában csak pár kilobájt, tehát pillanatok alatt letöltő, majd pár megabájt pillanatok alatt letöltődnek. Hogyha ez megvolt,
akkor amire még szükségünk van, az a Q.toolkit. Ugye sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha AMD-s videókártyád van, akkor nem feltétlenül biztos, hogy fog ez az egész működni. A Q.toolkit ugye az Nvidia videókártyákhoz van, tehát ezzel biztos, hogy fog működni, amit most bemutatok. Ha nincs még telepítve a CUDA, az Nvidia CUDA a gépedre, akkor innen tudod letölteni és feltelepíteni. Illetve amire még szükséged lesz, az a Visual Studio 2022-es változata. Annak van egy ilyen community változat, itt a free downloaddal le tudjátok tölteni. És miután elindítjátok, a következőt kell bejelölni a telepítésben, Desktop Development with C++, tehát ezt mindenféleképp be kell jelölni, ezt a részt itt, hogy fel tudjuk majd használni a nyelvi modellünket, mert mindenféle ilyen háttérbeli telepítésekhez szükséges lesz a Visual Studio-ra. Tehát a telepítésnél ezt jelöljétek be, hogy erre van szükségetek. Hogyha ez megvolt, akkor be kell menni a Custom Notes mappán belül a Config UI kötőjel N kötőjel Notes mappába, és ott van egy olyan fájl, amit el kell indítani, hogy install dependency aluvenest new aluvenest models.bat. Ha ezt elindítod, akkor ez letölti még a szükséges Python könyvtárakat, amik kellenek a futáshoz, illetve lefordítja a Python-ahoz a Llama CPP Python könyvtárat, ezért kellett a Visual Studio, amivel elérjük azt, hogy a nyelvi modellt a videókártyával fogjuk tudni használni, tehát azt fogja használni majd a generáláshoz, és nem a processzort, amivel lehetne várni perceket, mire történne valami. Hogyha ez sikeres volt, és hibaüzet nélkül lefutott, akkor mehetünk a felületre, és összerakjuk a munkafolyamatot, amivel legeneráljuk az egész storyboardunkat, ugye a szövegből a képet. Nézzük meg, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. El kéne indítanom, azért mondta, hogy nem tud csatlakozni. Ugye a Config UI-t a run-nal tudjuk elindítani, itt állunk a Config UI mappájába, és a run-nal lehet elindítani. Letölti a frissítéseket, megnézi, hogy van-e frissítés a nódokhoz. Illetve kijelzi azt, hogy sikeresen be tudja tölteni a nódokat. Sajnos van egy rossz hírem, hogyha feltelepítjük a Config UI N Notes-ot, akkor az összetűzésbe fog keveredni, méghozzá mindjárt ki is írja, hogy melyikkel, a Voz Node Suite Config UI-jal, amit ha jól emlékszem az előző IP adapteres videóban használtunk, tehát ezzel összeütközik, tehát vagy ezt használja az ember, vagy azt, ugye csomag problémák vannak, az egyiknél azt hiszem a NumPy csomag más verziójú, az, amit megkövetelnek, remélem, hogy ezen majd fognak alakítani, és akkor nem lesz ilyen összetűzés közöttük. Miután elindítottátok, ugye kiírja a weboldal címét, ahol megtaláljuk a Config UI-t, tehát ezt elindítjuk egy böngészőben, és már itt is vagyunk. Álljunk neki a munkafolyamat létrehozásának. Először is kell egy szövegdoboz, amiben megadjuk, hogy milyen történetet szeretnénk, amihez majd képeket akarunk generálni. Ugye dupla kattintás, azt mondjuk a string, és a string variable-t kiválasztjuk, át is nevezhetjük arra, hogy main prompt, főleg ha megtalálom az átnevezést, nem látom a fától az erdőt, itt van title, és beírjuk, hogy fő történet, és itt beírjuk azt, hogy mit szeretnénk, miből szeretnénk a történetet. Én most sikeresen kitöröltem. Várjunk csak. Mindjárt megtalálom. Egy pillanat.
Igen, itt megadjuk azt a promptot a nyelvi modellnek, ami megmondja, hogy mi egy történetet szeretnénk generálni. Következőt írjuk be, kicsit ránagyítok, hogy jobban lássátok. Ezért jó ez a felület például, mert ilyen jó rá lehet nagyítani a dolgokra. Tehát egy olyan bot vagy, aki szeret horror történeteket generálni, kérlek készíts nekem egy csodálatosat, és még azt beírtam a végére, hogy csak a történetet add vissza minden egyéb szöveg, minden egyéb sallang nélkül. Jó, ez a változónk van, ugye ez egy szöveg. A következő csomópont, amit létrehozunk, azzal betöltjük a nyelvi modellt, ez a GPT Loader. Ehhez kell egy nyelvi modell mindenféleképp, amit használunk. Én többet teszteltem, és a leginkább a Mistral vált be ilyen kis modellként. Ugye ez egy GGUF típusú modell, tehát ilyet keressetek, mert ezt tudjátok használni. A Mistral 7B az egy elég új modell, elég jól működik, és az Instruct változatot töltöttem le. Majd beírom a linkjét ennek a Hugging Face-es oldalnak, onnan le tudjátok tölteni. Itt több változatot is megtaláltok. Itt írja, hogy ugye a legnagyobb méretű, a 7,7 GB-os, ahhoz már 11 GB videókártya memória kell, 12-es kártya. Tehát az a legjobb minőségű ebből, de értelemszerűen választhatok kisebbet is, ami még jól generál, de nem feltétlenül annyira jó minőség, amit generál, de hát letesztelitek és meglátjátok, hogy milyen történetet tud készíteni. Akár még egy 6 GB-os videókártyába is beférhet, vagy egy 8 GB-osba. Szóval betöltjük a modellt, ugye én itt az Mistral 7B Instructot kiválasztom. A GPU layers az azt jelenti, hogy minél nagyobb értéket adsz meg, annál gyorsabban fogja generálni majd a modellünk a kimenetet, viszont annál több memóriát emészt, úgyhogy erre figyeljetek oda. A következő, amire szükségünk van, az egy GPT sampler. Ide bekötjük a promptunkat, ugye ez fogja meghívni majd a nyelvi modellt a háttérben. A stringet ugye ide kötjük a promptra, a modellt a modellre, a modellpest a modellpestre. A max tokens-t nyugodtan levehetitek, nem kell 2048 token, elég mondjuk 512. És amire figyeltek oda, hogy a prefixre be kell állítani a következőt. Egy kisebb-nagyobb jel S, ugye bezárjuk, egy szögletes zárójel inst, és szögletes zárójellel bezárva. És a suffixba pedig meg kell adni ezt a szögletes zárójel per inst szögletes zárójelt. Ezt majd beírom a videó leírásába, hogy nehogy elrontsátok véletlenül. Tehát ezt kellett beállítani a GPT text sampleren. A következő az a show text, amivel kiírjuk a kimenetét, megjelenítjük magunknak, illetve a munkafolyamatnak is. Show text. Ide rákötjük. És akár már most is lehet futtatni, ugye ennek az lesz az eredménye, hogy itt meg fog jelenni egy történet, amit generált a workflow, de nem működik, mert valamit elrontottam. Mindjárt még hozzá. Ja, persze az én hibám, nem indítottam el a ConfUI környezetet a háttérben. Látjátok, itt mutatja nekünk zöld kerettel, hogy most ugye ez a csomópont az, ami használatban van, ugye ez maga, ami meghívja a nyelvi modellt, és generálja itt. Látjuk is, majd ki is dobja a szöveget, puty, már ki is dobta. Ennyi volt, itt ezt lehúzzuk. És itt van a szuper jó horror történetünk, amit generált, és ezzel fogunk dolgozni, tehát ezt fogjuk felhasználni. Menjünk tovább. Látjátok már most, milyen jól működik. Tényleg csak ennyi volt az egész, megadtuk a bemeneti promptot, meghívtunk egy nyelvi modellt, és azt mondtuk, hogy ebből szeretnénk a szöveget megjeleníteni, a kimenetét, amit adott a nyelvi modell. Következő, amire szükségünk van, az egy string function, át kell konvertálnunk ezt a történetet. String function.
Ide kattintsatok rá jobb gombbal, és választjátok azt, hogy Convert Text B to Input, majd a Tidy Text-et állítsátok No-ra. És ide pedig azt csináljuk, hogy a legtetejre beírjuk azt, hogy te egy bot vagy, és a különféle kulcsszavakat ki kell szedned az előző szövegből, tehát ugye a szöveg bemenetéből, amit megadtunk neki. Címkéket kell kinyerned az adott szövegből, ebből a szövegből vegyél ki néhány lényeges címkét, írd be ezeket a címkéket egymás után, ugye angolul írtam be természetesen, írd be ezeket a címkéket egymás után veszővel elválasztva, minden egyéb karakter nélkül, csak a címkékre van szükség, ne írj más szöveget. Jó, tehát ezt a felszólítást adjuk meg, itt bekötjük ugye a szöveget ide a textbére, és megyünk tovább. A következő, az megint egy GPT sampler, nagyon egyszerűen tudjuk ide létrehozni, lenyomva tartjuk az Alt gombot, és ide húzzuk a másikat, és így ezzel duplikáltuk. Ugye a modellnek ugyanúgy bekötjük az eredeti modellünket, Model Pass-nek ugyanúgy a Model Pass-t, főleg nem a prompthoz kötjük, hanem a Model Pass-be. Ez nem kell itt. Kuka. Elrontottam. És ide a promptba ugye bekötjük ezt a szöveget, ami majd megmondja neki, hogy ez a szöveg, ami itt van, azt kell neki szétbontania. Ugye ez a string function, ez az append, azt csinálja tulajdonképp, hogy két szövegdobozt egymásba rak. Ugye itt van felül az, amit megírtunk, hogy vonja ki majd a megadott szövegből a megfelelő kulcsszavakat, és az, amit itt használtunk, és ugye legeneráltunk, és a show textben megjelent, az ide bele fog menni ebbe a boxba, ide alulra, és ez a kettő együtt fog átjönni ide a GPT text samplerbe, és ez fog elmenni a nyelvi modell felé. Következő ugye megint egy show text lesz. Ide rákötjük, már futtathatjuk is, nézzük meg, hogy mi történik. Ugye lefuttatja először a nyelvi modellt, létrehozza a horror történetet, amit megjelenít itt a show textnél, az első show textnél. Kár, hogy nincs progress bar, nem látjuk, hogy mi történik, de csinálja. Már. Igen, meg is jelent a történet. Itt, ugye látjátok, beledobta ide az alsó dobozba, legalábbis egy ilyen harmadikba beledobta azt a szöveget, amit legenerált. Ugye így lehúzom, hogy lássuk. Így. Tehát ide egyesítve. És itt már azt látjátok ebben a show textben, hogy gyönyörű szépen megcsinálta nekünk azt, amit majd a promptba fel fogunk használni. Ugye a kulcsszavakat, azokat beírta veszővel elválasztva. Tökéletesen jól működik. Menjünk tovább. A string function-t, ami itt volt, ezt duplikáljuk, ugye alt lenyomva tartva és ide húzzuk. Rákattintunk, és azt mondjuk, hogy convert text A to input. Majd megnézem a jegyzetemet, fogjuk a stringet, amit ugye itt legenerált, a listát, ugye a címkéknek a listáját, ide ráhúzzuk a text B-re, és ugye ezt ki kéne egészíteni ilyen szokványosakkal, hogy masterpiece, best image, stb. Ide létrehozunk egy string variable-t, ezt át is színezhetjük zöldre, hogy tudjuk, hogy ez a pozitív prompt. Ide rakjuk, ide beírjuk, hogy masterpiece, best image. Ide jobb gombbal rákattintunk a string function-re, azt mondjuk, hogy színek, és itt a zöldet kiválasztjuk, meg ezt is. Csak hogy tudjuk, hogy ez a pozitív promptunk, de
kavarodjunk meg. Ezt pedig ugye ide rákötjük. Tehát az fog történni, hogy itt van ez a felsorolás, amit ugye kivonatolt nekünk a második futtatáskor a nyelvi modell a horror történetünkből, és azt kiegészítjük még plusz cool szavakkal, ami ugye a képgeneráláshoz jót tesz neki majd, és sokkal jobb képet fogunk kapni. Hogyha ez megvolt, akkor jöhet a szokványos része az egésznek. Kell ugye egy cliptexten kód, azt mondja, hogy beírjuk, hogy cliptexten kód, ez lesz a pozitív promptunk, legyen ez is zöld, hogy ha már ezt másikat is bejelöltük, ugye belemegy ide a string, hogy nem így, hanem jobb gombbal rákattintunk, és azt mondjuk, hogy convert text to input, és most húzzuk rá a stringet ide a textre. Kell egy negatív prompt is, ennek is létrehozunk egy clip textet, clip text encode, ezt is átalakítjuk, jobb gomb convert text to input, ez legyen piros, ugye ez a negatív prompt, megírjuk a negatív promptot, ugye létrehozzunk egy string value-t, egy string variable, bocsánat, és ide beírunk egy szokásos negatív promptot, amit a Stable Diffusion-nél szokás használni, mindjárt megkeresem, ez egy szép hosszú, ugye ne legyen CGI, renderelt, rajzolt, anime, painting, comic, bad anatomy, ugly, stb. Ez egy szokványos. Jó, ezt ugye rákötjük ide, a negatív promptra. Ezt is jelöljük be pirossal, hogy ez a negatív prompthoz tartozik. Jó, ez megvolt, akkor be kell töltenünk ugye egy checkpointot. Én mondjuk a Realistic Vision-t használom, ez egy nagyon jó modell, amivel realisztikus képeket lehet generálni, de most találtam egy nagyon jó másikat, az Epic Realism, az is nagyon jó, és van egy harmadik, hogyha megtalálom, azt most töltöttem le pedig, mindjárt megmondom nektek, hogy melyik modell az, megkeresem, ami nagyon jó életű képeket tud generálni. Az a neve, hogy... nem ide töltöttem le. Hova töltöttem le? Na mindegy. Ez most nincs itt, pedig úgy emlékeztem, hogy letöltöttem. Ja, lehet, hogy a fókuszba töltöttem le. Mindjárt megkeresem. Jó, közben eszembe jutott, csak akartam letölteni, de még nem töltöttem le. Azt majd egy másik videóban megmutatok egy ilyen összesítést, hogy milyen jó realisztikus modellek vannak. Szóval itt kiválasztjuk a modellünket, én mondjuk a Realistic Vision 5.1-et. Ugye rákötjük a modellt, na, még nem, bocsánat. A klipet rákötjük a klipre, másikra, a negatív promptra is rákötjük. Létrehozunk ugye egy K-samplert. Ez már majdnem a vége. Itt a modellt rákötjük. Pozitív prompt. Negatív prompt. Mondom, a pozitívhoz, negatív a negatívhoz. Létre kell hozni egy üres látens képet. Ugye ez az empty látens kép. Ez mondjuk legyen 768x768-as. Ugye, ha SDXL modellt használtok, akkor nyugodtan megadhattok 1024x1024-es felbontást, vagy olyan képarányt, amit szeretnétek. Ugye figyeltek oda, hogy minden modellnek megvan, hogy melyik képarányokat szereti, lehetőleg olyat használjatok, és ne ilyen teljesen hasraütéses számot írjatok be képméretnek. Mert akkor nem lesz jó a kimenet. Itt ezt a látens rákötjük a látens képre, és innen pedig ugye kell egy VA decode, ezt nagyon egyszerűen létre lehet hozni, itt megfogjátok ezt a kis kimenetet, ide belehúzzátok semmibe, és egyből felajánl lehetőségeket, és a VA decode-ra van szükségünk. Ezt ide kötjük a modellünk checkpointjával,
és már semmi másra nincs szükség, csak egy save image-re. És kész is. Elméletileg kész is a workflow-nk, ugye nézzük át, hogy mi történik. Az első szövegdobozba beírjuk azt, hogy te egy olyan bot vagy, aki generál nekünk egy horror történetet, ami szuper jó, és ne generáljon más szöveget mellé. Betöltjük a nyelvi modellünket, én ugye jelen esetben ezt a Mistral 7B Instructot GIGU formátumba. A GPT Text Sampler meghívja a nyelvi modellt, és kimenetként kiköpi ezt a történetet, amit kértem tőle. A String Function összefűzi ezt a szöveget, hogy kivonatot készítsen belőle, veszővel elválasztva. Megint ugye átadjuk a nyelvi modellnek, aki ezt az utasítást végrehajtja, veszővel elválasztva létrehozza a kulcsszavakat a történetből, amit legenerált nekünk. A String Variable-lel itt kiegészítjük a pozitív promptunkat. Itt Clip Text Encode-ot létrehoztuk, rákötjük a negatív promptot, a pozitívat a pozitívra, betöltjük a checkpointunkat, K-samplerrel szépen legeneráljuk a képet, ugye egy látens képet kellett létrehozni hozzá. Itt mondjuk ki lehet választani azt, hogy legyen mondjuk, ha már élethű, akkor legyen a DPM++ 3M SD-je GPU, ugye, igen, és itt a steps meg legyen 30. Jó, utána ugye kellett egy VA decode, és kellett egy save image. És emeltek, most, hogyha rákattintunk, akkor szépen végigmegy a munkafolyamatukon, látni fogjuk majd ilyen zöld jelölővel, ugye, amivel körbekeretezi, hogy hol tart éppen. Ugye most van az első generálás, most generálja a történetet. Itt a query prompttal lehet ugye elindítani a jobb oldalon a generálást. Itt már szétbontja, hogyha ez lefutott, akkor itt most megnyomom párszor, hogy több kép legyen. Már át is adta a K-samplernek, ami már generálja is a képeket. Igen, itt már fut is, itt látjátok jól a parancsori ablakban, ahogy generálódik, de itt a felületen is látni a UI-on, ahogy generálja a képeket. Ez nem volt jó. Ez nem volt jó, valamit elrontottam, de szerintem itt a K-samplerbe ezt az SDE GPU-t nem kellett volna kiválasztani, mindjárt átállítom. Igen, jól gondoltam, csak annyi volt a probléma, hogy a samplerből másikat kellett kiválasztani, tehát kiválasztottam a DPM++ 3M SDE és a Edulernél a Carrust, és mindjárt nagyon szép képeket kapunk, már generálja is a történethez a képeket. Hogyha több képet szeretné ugyanahoz a történethez legenerálni, akkor nagyon egyszerűen megteheted. Itt a látens kép létrehozásnál a batch size-ot azt vedd nagyobbra, és akkor annyi képet fog legenerálni a Confi UI ugyanahoz a történethez. Na, le is generálta a képeket. Itt vannak. Tényleg elég jó hangulatuk van. Nagyon jó, és nagyon hasonló, ugye, mindegyiknek a stílusa, hisz ugyanabból a promptból generáltattuk. Ennyi. Tehát ennyi lenne az egész, mint látjátok, ha egyszer megépítetek a workflow-t, az a jó benne, ugye a Confi UI-ba, hogy ezt el tudjátok menteni, és ha elmentettétek, akkor csak visszatöltitek, de ugye a Confi UI úgy működik, hogyha legeneráltál vele egy képet, és azt a képet megfogod, és ide beledobod, akkor egyből megjelenik a workflow, amit használtál. Tehát szuper jó, egyszerűen az az egyik kép, amit legeneráltál, azt elteszed magad egy könyvtárba, elnevezed úgy, hogy szöveggeneráló munkafolyamat, és utána bármikor azt ide bedobod, már létre is hozza a megfelelő nódokat,
és nincsen más dolgod, mint rákattintani a QL promptra, és már generálja is neked. Persze ugye azt is meg lehetne tenni, hogyha itt a legelejét levágjuk, a fő történetet és a GPT text templert, vagy innen a show textet kivesszük, hogy is, igen, tehát kivesszük a GPT text templert, a show textet, és ezt a fő történetet ide rákötjük, hogy akkor ide nem generáltatsz egy történetet, hanem ha neked van egy, akkor azt beírod ide az elejére, és akkor nem a nyelvi modell fog generálni, viszont a nyelvi modell utána kiszedi természetesen a történetedből a megfelelő kulcsszavakat, tehát arra azért érdemes használni, hogy ez a második lefusson, ugye kiegészíti a pozitív promptot, létrehozza a negatívat, és legenerálja belőle nekünk a képsorozatot. Ez egy szuper jó lehetőség, én úgy gondolom, főleg azzal, hogy ki tudjuk használni egy nagy nyelvi modellnek az előnyeit a saját gépünkön, teljesen ingyenes, open source, mindent, tehát ez mindig akárhányszor lefuttathatjuk, nem kell érte semmi plusz fizetnünk, maximum az áramköltséget, és attól függően, hogy milyen modellt töltünk le, ugye olyan tudása lesz annak, amit le tud generálni, akár magyar nyelven is tud generálni egyből persze, semeddig nem tart lefordítani ezt a történetet, ugye ezt a szöveget is innen ki tudod kopizni, el tudod menteni magadnak, hogy tud, hogy milyen történethez készültek a képek, és utána akár készíthetsz belőle egy ilyen kis prezentációt, vagy egy kis könyvecskét, amiben tudod a történetedet képekkel illusztrálni. Ennyi lett volna, amit szerettem volna bemutatni, mint látjátok, a Confi UI elképesztő lehetőségekkel bír, szinte minden nap megjelenik valami különleges hozzá, úgyhogy ha bármibe belefutok majd én is, akkor arra természetesen csinálok nektek videót. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, ha tetszett a videó, lájkoljátok, hogy másokhoz is eljusson. Ha szeretnétek értesítést kapni a megjelenő új videókra, akkor iratkozzatok fel, illetve ugye van egy Discord csatornája a csoportnak, vagy hát a YouTube csatornának, ami úgy szintén benne lesz a link a descriptionbe, a leírásába, a videónak, oda tudtok csatlakozni, és ott meg lehet osztani képeket, videókat egymással, hogy miket generáltatok. Ha bármi kérdésetek van, elakadnátok, akkor a kommentbe írjátok bele, és megpróbálok minél előbb válaszolni rá. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!